Jó napot kívánok! Önök a Szubjektívet látják. Mai adásunkban foglalkozunk a munkanélküliséggel, a hiányszakmákkal. Vendégem Szécsi Erdmann Elvira, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mekkora a munkanélküliség Szabadkán, illetve az Északbácskai körzetben? Az utolsó adatok szerint Északbácskában 8600 munkanélküli van, Szabadkán viszont 5200. Ha tavaly évvel hasonlítjuk össze ezeket az adatokat, akkor 12%-kal csökkent a munkanélküliek száma. Milyen iskolai végzettséggel keresik meg önöket, illetve kik azok, akiknek az aránya nagyobb mértékű az aránya a munkanélküliségnek, nők, férfiak, egyetemisták vagy középiskolai végzettségűek? 40% a munkanélkülieknek középiskolával rendelkezik, 50% általános iskolai végzettséggel, és 10% fejezett be valamilyen egyetemet vagy főiskolát. Körülbelül fele munkanélkülieknek nők, Szabadkán egy kicsit kevesebb a nő, 48%, és ami az életkort illeti, 50 év felettiek 38%-kal szerepelnek a munkanélküli listán, a fiatalok 30 év alatt pedig 20%-kal. Melyek azok a munkák, amelyek Szabadkán a legkeresettebbek? Tehát amikor önökhöz eljönnek, akkor mi az, amit leginkább szeretnének, vagy elvállalnak a munkavállalók, munkakeresők? A munkakeresők gyakran olyan szakmát is vállalnak, tehát amire nem képesítették magukat, tehát a szakmán kívül is vállalnak munkát, de a saját szakmájukban is. Mennyire gyakori az, hogy az egyetemisták is eljönnek munkát keresni, vagy ők inkább azért még nem veszik igénybe a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat lehetőségeit? Ők is, tehát ők is jönnek ide a munkanélküli szolgálatba munkát keresni. Kevesebb a kínálat ezek számára, de azért ők más munkát is vállalnak. Milyen munkákat kínálnak leginkább Szabadkán, illetve a környékén? Legtöbb gyári munka van, tehát ilyen egyszerűbb munka, kereskedelemben kasszás, kereskedő, raktáros, sofőröket keresnek, adminisztrációs munkásokat, szakácsokat, pincéreket, heggesztőket, elektrogépész szakmákat, az építőiparban munkásokat, tehát majdnem, hogy az összes szakmát föl tudnám sorolni, egészségügyi nővéreket, ápolókat, szociális munkásokat, gyógyszerészeket. Milyen feltételekkel válogatják a munkásokat a munkaadók? Bizonyos szakmára megvannak a feltételek, tehát mondjuk egy egészségügyi nővér megvan, tehát hogy a végzettsége mi, meg a szakmai gyakorlat fontos egy gyógyszerésznek szintén. De vannak olyan munkakínálatok, ahol ez nem annyira fontos, tehát ilyen betanított munkára, bármilyen középiskolával, vagy általános iskolai végzettséggel meg lehet tanulni azt a bizonyos munkát, amire a munkaadónak igénye van. Régen nagyon fontos volt az, hogy legyen egy embernek vezetői jogosítványa, vagy különböző nyelveken beszéljen. Most ez mennyire követelmény? Szükség van ezekre? Bizonyos szakmákra igen. Ha sofőröket keresnek, akkor BCE kategória az fontos. A kétnyelvűség itt a környezetünkben nem feltétel, de jó, ha mind a két nyelvet beszélik a munkát keresők. Az angol nyelv, tehát a munkától függ, hogy mennyire fontosak ezek a külön követelmények. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat képzéseket is szervez a munkanélküliek számára. Ez hogyan néz ki, miben nyilvánul meg? Ezekre a képzésekre a munkanélküliek, ezeken a képzéseken vehetnek részt. Ami most aktuális ezen a héten, az ápolói tanfolyamot szervezünk, ami egy keresett szakma itt Szabadkán. Továbbá ilyen hagyományos kézművességi tanfolyamokat szervezünk szintén, ami már lezajlott, az az informatika tanfolyam haladóknak, tehát haladó tanfolyam, kezdő tanfolyam is volt,
volt nyelvtanfolyam is, angol, német, tehát ezek már lezajlottak. Mekkora volt az érdeklődés ezekre a képzésekre? Elég nagy volt az érdeklődés. Hogyan tud segíteni ez az intézmény, ugye a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat? Mit kell tennie valakinek, hogyha munkanélküli, és hogy az önök adatbázisába bekerülhessen? Ha valaki munkanélküli és a segítségünket kéri, akkor bejelentkezik a munkanélküli listára. Minden munkanélkülinek van egy tanácsadója, akihez elmegy egy megbeszélés, egy egyéni megbeszélésre, és ott megbeszélik azt, hogy milyen szakmában fog keresni munkát, milyen a munkatapasztalata, esetleg milyen tanfolyamokon szeretne, vagy szükséges, hogy részt vegyen ahhoz, hogy könnyebben találjon munkát. Utána van a közvetítés a munkáltatók és a munkát keresők között. Az úgy néz ki, hogyha munkaadó jelentkezik nálunk szabad munkahelyel, akkor többféleképp tudjuk értesíteni a munkanélkülieket, leginkább telefonon szoktuk őket értesíteni, vagy postán, de mostanában elég sűrűn szervezünk ilyen csoportos megbeszéléseket, amikor a munkaadó is itt van jelen, több személyt, munkanélküli személyt hívunk meg, tehát 30-tól 50-ig 50 személyt hívunk meg a nagytermünkbe, jelen van a munkaadó, elmondja a munkafeltételeket, és akkor esetleg egy ilyen állásinterjút is le szoktak bonyolítani. Tehát ez mind a munkaadótól és a munkanélküliektől függ. Korábban volt az, hogy havonta kellett a munkanélkülieknek, illetve azoknak, akik önöknél be voltak jegyezve, jönni és hitelesíteni a kis könyvecskéjüket. Ez még mindig így van? Hogy működik a rendszer? 3 havonta jelentkeznek a munkanélküliek, havonta azok, akik a munkanélküli segélyre jogosultak. Mi van akkor, ha valaki nem tud az előírt megadott időpontban eljönni ide az intézménybe? Akkor azt jelezni kell a tanácsadónak, és meg lehet beszélni. És amennyiben nem jelzi valaki, akkor kihúzzák a listáról? Ha nem jelzi, akkor sajnos a rendszer kitörli. Utána van még lehetősége, hogy ismét felkerüljön az önök adatbázisába, vagy van valami időszak, aminek el kell telni? 6 hónapnak el kell telni, és akkor tud visszajelentkezni. Munkanélküli segélyre ki jogosult, és mennyi ideig lehet ezt kapni? Munkanélküli segélyre azok jogosultak, akiknek tehát bizonyos okokból megszűnt a munkaviszonyuk. Például, ha meghatározott időre dolgoztak, vagy ha csődbe ment a vállalat. Tehát ilyen esetekben joguk van munkanélküli segélyre. Ez tehát esetig függ, amikor eljönnek ide bejelentkezni, akkor a munkáról szóló végzést is el kell hozni, és akkor a jogászok azt eldöntik, hogy van-e valakinek joga, természetesen a törvény szerint, hogy van-e valakinek joga munkanélküli segélyre, vagy nem. Említettük az előbb, hogy nagyon, nagyon sok szakmát felsoroltunk. Van-e olyan, ami direkt Északbácskára, akár Szabadkára jellemző, amit nagyon keresnek munkást a munkáltatók? Esetleg a gyári munkát emelném ki, mert itt nálunk arra van elég sok igény ilyen gyári, betanított munkásokra. Még említeném a kereskedelmet is, tehát ott eladók, kasszások, raktárosokat keresnek. Olyan történt már, hogy egy kliensük például nem fogadta el azt az állást, amit önök közvetítettek a számukra? Igen, előfordult olyan is, de leginkább meg szoktuk beszélni, hogy milyen az a munka, amit valaki vállal. Tehát vannak olyan személyek, akik az egészségük miatt nem tudnak bizonyos szakmákat, tehát munkákat vállalni, akkor azt ezen az egyéni megbeszélésen mi azt megbeszéljük, és akkor csak is olyan munkát kínálunk, amit el tud, vagy amit szeretne. Mennyire lehet válogatni? Tehát, hogyha ugye nem nézzük azt, hogy most egészségügyi szempontból persze valaki nem tud bizonyos munkákat elvállalni, elfogadni, mennyire válogathat a kliens, a munkakereső? Most lehet azt mondani, hogy a mai munkaerőpiacon jobb helyzetben vannak a munkát keresők,
mert elég sok munkakínálat van, és tudnak válogatni. Tehát most mondjuk, ha valaki eljönne hozzám egy megbeszélésre, akkor legalább 5-6 szabad munkahelyet tudnék neki kínálni. Mi a tapasztalat az önök részéről, hogy például a munkáltatók mit mondanak, hogy miért lehet ez a nagy munkaerőhiány? Ugye nagyon sokan fel is mondanak, tehát elég nagy sok a munkalehetőség mostanság. Egy oka biztos az, hogy elég sokan elvándoroltak külföldre, azért van munkahiány. Nem tudom, szerintem ez. Álláspörzéket szerveznek. Hogyan lehet itt munkát találni? Mikor volt a legutóbbi állásbörze? Idén 2 állásbörze volt az Északbácskai körzetben, a Szabadkán és Topolyán tartottuk ezt a 2 állásbörzét. Összesen mind a 2 állásbörzén körülbelül 100 munkaadó vett részt, és körülbelül 1000 szabad munkahelyet kínáltak. Most nemrég Topolyán lett megrendezve a második állásbörze, ott 40 munkaadó vett részt, és körülbelül 600 szabad munkahelyet kínáltak. A topolyai állásbörzén jelen voltak még a topolyai középiskolák, és olyan vállalkozók, akik ott a helyszínen bemutatták, hogy mivel foglalkoznak. Tehát volt ott egy szabó, varó, nő, virágot készítettek, virágcsokrokat, a pálinka főzés titkait is elmondta egy vállalkozó, fodrász, kozmetikus szalon is bemutatkozott. Tehát ami a résztvevőket illeti, a munkanélküliek és az iskolások vettek részt ezen a bőrzén, tehát meglátogatták a bőrzét. Az iskolásoknak azért volt ez érdekes, mert meg tudták nézni, hogy is néz ki egy bizonyos szakma, egy konkrét munka, amit ezek a vállalkozók csinálnak. Megismerkedtek az iskolákkal, tehát hogy milyen kínálat van, milyen pályát tudnak választani, és a munkanélküliek természetesen, hogy milyen a munkakínálat, tehát a munkaadók milyen szabad munkahelyeket kínálnak. Ha egy munkanélküli ugye elmegy az állásbörzére, mit kell tennie, hogyha odaáll egy munkáltató standjához? A legfontosabb, amit az állásbörzére kell, hogy hozzon, az az életrajz, több példányban. Mert igazán az állásbörzén több helyen tud pályázni a szabad munkahelyre, és akkor ajánljuk, hogy felkészülten jöjjön el az állásbörzére. Minden munkaadónak megvan a saját standja, tehát ott be bír mutatkozni. Amikor egy munkanélküli elmegy, bemutatkozik a munkaadónak. Vannak olyan munkaadók, akik esetleg egy ilyen rövidebb interjút is lebonyolítanak, és akkor már ott ki tudják szűrni, hogy ki az, aki esetleg megfelelne nekik, és utána őket hívják még egy megbeszélésre. Fontos akkor ebben az esetben az, hogy milyen megjelenéssel vagy magabiztossággal áll oda a munkakereső? Természetesen. Ez majdnem ugyanolyan, mint amikor egy állásinterjúra megy el a munkát kereső személy. Említette az önéletrajzokat. Van-e egy szabvány, amit kell vinniük, vagy mindenki akármilyen másmilyen önéletrajzot vihet? Hogyan kell kinéznie egy helyes önéletrajznak? Fontos, tehát, hogy az életrajz jó meg legyen írva, mert az egy első bemutatkozás a munkaadónál, és abból a sok életrajzból, amit a munkaadó kapott az állásbörzén, vagy egy álláshirdetésnél, ki kell, hogy válassza a legjobbakat. Tehát egy életrajz legyen olyan, hogy azt mondja a munkáltatónak, hogy engem vegyél föl, vagy engem válasszál. Vannak már az interneten is elég sok életrajz minták. Mi szervezünk ilyen munkakeresési tanfolyamokat is, ahol elmondjuk, hogyan kell, hogy kinézzen ez az életrajz, esetleg mi az, amit kell még ez mellé küldeni, hogyan kell bemutatkozni a munkaadónál, hogy néz ki egy állásinterjú. És a munkakeresési klubunk is működik, Szabadkán is, meg Topolyán is.
Itt is hasonló témákkal foglalkozunk, és fel tudjuk készíteni a munkanélkülieket az álláskeresésre, vagy az állásbőrzére. Ezekre hogyan lehet jelentkezni? Saját tanácsadójánál tud mindenki jelentkezni. Tehát akkor olyan személy, aki például nincs önökhöz bejelentkezve, akkor nem tud részt venni ezeken az ilyen tanfolyamokon? Például, hogy hogyan írjunk egy önéletrajzot? Szabály szerint nem, de hogyha eljön, szívesen segítünk neki is. Ezek ingyenesek, vagy ezekért a szolgáltatásokért fizetni kell? Ezek ingyenes tanfolyamok. Mennyire sikeresek az állásbőrzék? Úgy általában, illetve a legutóbbiak milyen eredménnyel zárultak? Hát az utóbbi két állásbőrzére lehet azt mondani, hogy már érezhető, hogy kevesebb a munkanélküli személy, kevesebben jelentkeztek, mint amennyit mi elvártunk. Tehát érezhető, hogy több a munkakínálat, mint a munkát kereső. A topolyainál konkrétan milyen eredmények születtek? Inkább sokan találtak munkát, vagy inkább a munkaadók mentek üres kézzel haza? Hát ez idővel kiderül. Az állásbőrze után mi 6 hónapig szoktunk kapcsolatban lenni a munkaadókkal, és kövessük, hogy hány személy helyezkedett el, hányat vettek fel. Tehát most még a topolyai állásbőrzéről lehet, hogy egy kicsit korán van eredményeket mondani, de remélem, hogy minden munkaadó és munkanélküli megtalálja egymást. Hányan kaptak idén munkát általánosan, illetve a tavalyi évhez, vagy ez az előtt évekhez viszonyítva, milyen az arány? Idén az Észak-Bácskai körzetben körülbelül 3500 személy kapott munkát, Szabadkán pedig 2500. Az állásbőrzékre visszatérve, mikor lesz a következő állásbőrze és hol? A következő állásbőrze jövőre lesz. Itt az Észak-Bácskai körzetben évente 2 szoktunk tartani, egyet Szabadkán, egyet viszont Topolyán. Addig pedig önöknél lehet próbálkozni? Természetesen. Annyit még csak mondjunk el, hogyha valaki eljön életében először ide a Szabadkai Fiúk Intézetbe, akkor hova kell mennie, pontosan melyik emeletre, vagy személy szerint kit kell keresnie, hogyha be szeretne iratkozni önökhöz? A címünk Szabadság tér 3, 3. emeleten vagyunk, egy személyigazolvány és egy bizonyítvány, tehát egy diploma az iskolai végzettségről kell, ennyi szükséges a bejelentkezéshez. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok önöknek. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon Televízióval. Viszontlátásra!